Ebben az épületben működik a postahivatal Pécs-Hirden, a falon a jól ismert cégér, alatta a nyitvatartás rendje. Kérdés azonban, hogy egyáltalán meddig lesz itt posta, mivel a fenntartási költségeket az önkormányzat állja. A következő évre közel 5-szörös áremelést tervezett be a posta, ez azért se rezsivel, se egyéb költséggel szerintem nem támasztható alá, nem érezzük ezt méltányosnak, akár országgyűlési képviselő úr felé is fogunk kezdeményezni, hogy és a pécsi önkormányzat is, hogy azért ezt revidiálják felül, mert az itt élő lakosoknak nagyon fontos, legalább a helyi postahivatal a Hirdieknek megmaradjon. A terület képviselője azt mondja, mindent megtesznek, hogy ne kerüljön lakat a Hirdi postahivatalra, így is megszűn már több szolgáltatás, ami fontos az itt élőknek. Ezt azért szeretnénk ennek érdekében lobbizni, hogy ez ne történjen meg, mert az nem járható mégse, hogy a pécsi önkormányzatot egy beláthatatlan összeg terhelje a posta nyitvatartása miatt. Bár azt mondják ugyan a postánál, hogy kevéssé kihasználta a Hirdi posta, de úgy gondoljuk, hogy miután már az automata sincs takarékszövetkezet, se itt, se Vasason. Legalább ez a szolgáltatás maradjon meg, ezt a helyiek nem akarják elveszíteni, mondja a képviselő. Itt a posta megszűnése is komolyan borzolta a kedélyeket, hogy ugyan városhoz tartozó településrészről van szó, de ezeket a szolgáltatásokat kevésbé tudják igénybe venni a helyi lakosok, és ezért, hogy ezt igénybe tudják venni, be kéne menni egész messze a városba. Azért a tömegközlekedés se olyan sűrűn és gyakran jár, hogy ez mindenkinek könnyen elérhető legyen, ezért is volt fontos, hogy ebben a ciklusban mindenféleképpen erre az évre, jövő évig bezárólag a pécsi önkormányzat vállalta a posta üzemeltetési költségeinek a megtérítését. Erről döntöttek július 10-én, mikor a nyári szünetben a közgyűlés feladatait ellátó jogi és ügyrendi bizottságban megszavazták többek között a Hirdi postahivatal fenntartását az év végéig. Ez az egy kirendeltség éve szinten mintegy 10 milliós kiadást jelent az önkormányzatnak. 2025-től ez emelkedne 5-szörösére, vagyis 50 millióra a Magyar Posta elképzelései szerint, mondja a képviselő. A Hirdivel együtt három, a Puskin tér és az I. és Gyula utcai kis posta nyitvatartását támogatja anyagilag a pécsi önkormányzat. Ezek mintegy 70 millió forintba kerültek eddig.